Javaslom, hogy fogjuk meg a kordonokat és bontsuk el a gyulai kordonbontást. Vasárnap 9 órakor bontották el a kordonokat a Békesugár út Árpád utca 5-ös utca kereszteződésében, így a közlekedők birtokba vehették az új körforgalmat. A kivitelezési szerződést még áprilisban írták alá, de az érdemi munka csak a tanév befejezése után kezdődött el, mert a közelben több iskola, óvoda található. A munkálatok során teljesen új pályaszerkezetet alakítottak ki. A Békesugár útról az Árpád utcába kanyarodó autósokat Járda-sziget segíti a gyorsabb közlekedésben, így nekik be sem kell majd hajtaniuk a körforgalomba. A Törökzugból, észak és belső Törökzugból nap mint nap több száz személygépkocsi haladt át ezen a csomóponton, és bizony különösen a reggeli és délutáni órákban nagy volt a torlódás, ezért is született meg az a gondolat, hogy körforgalmat fogunk építeni, és már most tudom elmondani, hogy óriási nagy az öröm és a várakozás is egyúttal körforgalmat illetően, hiszen ezúttal ugye kicsit meg fog gyorsulni a forgalom, kevesebb lesz várhatóan a várakozás időtartama, és meg fogja könnyíteni mindenféleképpen a közlekedést, hiszen még egyszer hangsúlyozom, ez egy balesetveszélyes csomópont volt. A körforgalom megépítésénél a legfontosabb szempont a biztonság volt, illetve az, hogy a csúcsidőben gyakran lelassuló forgalmat felgyorsítsák. Ez egy balesetveszélyes csomópont volt, ráadásul sok várakozással járt a csúcsidőszakban a rajta való áthaladás, ezért a közlekedés fejlesztési koncepciójában önkormányzatunknak kiemelt helyen szerepelt körforgalom építése ebben a kereszteződésben. Erre több kísérletet tettünk, pályáztunk és nyertünk. Pályázati támogatásból megvalósítottuk, és a mai nap reggelén pedig átadtuk a forgalomnak, balesetmentes közlekedést kívánok az itt elhaladóknak. A beruházás az eredeti költségtervnek megfelelően 108 millió forintból, mintegy 20 milliós saját erőbevonásával a tervezett határidőre készült el. Görgényi Ernő elmondta, a város már tervezi a következő körforgalmat, ez a sportcsarnoknál az állammal közösen épülne meg.